Elhúzott, hogy valami engedsz, hogy emberek hívjuk az. Hát kérem tisztelt anyám, amik elmentek most a Pennybe jégkrémet venni, én pedig elkezdem az Imperium Galata 2-t, ugye nem tudtuk befejezni a partot, mert anyám még már bejöttek, meg egy csomót kell valamit harcolni, és láttam még ott egy-két ilyen speciális bolygót, aztán úgy voltam vele, hogy inkább majd mesetjük össze, majd holnap, azaz ma befejezem. El kell mondjam azt mindenkinek, hogy az első felvétel tulajdonképpen, amit a mai nap csinálok, sajnos nem igazán volt lehetőségre. Az időjárás mellett is a hideg anyám, akint sétáltunk, akit érdekel, az nézve meg a felvételt, kint a parton. No! Szóval akkor, mint tudja mindenki, a múltkori alkalommal már nyomultunk egyéb. Ja, és akkor ugye annyi van, mondom, ugye, hogy ezt már átmásoltam, tehát nem kell még egyszer megszakítani a lementést. Tegnap öcsém olyan szinten megkilúgtam apám az a videóbejátszással, geci, úristen te! Az megnézem, na mondom, 2352. augusztus 15-e öcsém, na mondom, jó lesz. Megyek vissz, semmi videó. Azt rájöttem arra, hogy bizonyos sorrendet kell csinálnom, vagy valamilyen sorrendiséget kell betartanom. Le kellett utána az, hogy ezt a felvételben lévő csináltam, azt is akkor jöttem be, de akkor nem vette fel, akkor még egyszer megcsináltam, szóval... Tudja mindenki, hogy mi kaptunk egy óriási hadsereget, bár semmilyen értelme nincsen, mert olyan hatalmas hadsereget rendelkezem alapból is, hogy az nem igaz. És egy jellemző a gépre, akkor ad már hadsereget, amikor már nincs szükségem rá. Amikor nem támadnék mindenkit meg, az azért van, mert gyengébb vagyok, mint ők esetleg, vagy nem vagyok olyan sokkal erősebb náluk, akkor nefény nem adnak erősítést, ugye, amikor kéne. Amikor már mindenkit leverek apám egy nap alatt, akkor már kapom a főflottákat, de nem tudom minek. Szóval, annyi van, tudja mindenki, hogy le kell vernünk itt a bizonyos emberi birodalmat. Na akkor, hát nézzük már meg, hogy mi van. Igen. Ugye itt már miénk, ha jól látom, de most azon gondolkozom egyébként, hogy most nem értem. Nos, hogy most konkrétan mi van még hátra. Volna kiszámítva. Stop. Igen, ez ugye miénk már, csak Ráhely neki ezt elfoglaltuk. Látja mindenki, hogy elképesztően hatalmas, hát mondjuk úgy, hogy mennyiség van itt jelen. 12.221 főapám. És van 1, 2, 3... Három darab űrhajógyár apám, és kettő tankgyár. Hihetetlen apám, ez egy hihetetlen bolygó. És ahhoz képest a 108 kapacitás apám elképesztően feltuningolták. Na, akkor ezt egy kicsit megspékeljük egy kis lézes erőt, de ne tudják olyan könnyen elfoglalni. Én majd nem építek semmit apám, mert nincs már értelme építeni az égvilágon semmit. Antonivitás, esetleg ezt meg lehetne nyomatni esetleg fejlesztést, hogy legyen már legalább valamiféle. Egy tankgyár, még egy tankgyár. Lehet egy termelésnövelés, akkor lesz egy olyan tankközpont itt, gyorsan felépülve, ami azért, hát mondjuk úgy, hogy majd munícióért fog szolgálni. És itt most odamondok el ki mindenkit mindenkivel, fél sehol tank, senki nincsen tank, apám, minek az, ebben van három darab tank. Van tank, az túl fár. Bele. Ó, itt is van tank, mit akarsz egész királyosim? Nézd, itt is van 18 tankocsi, nem, vagy 10, nem tudom mennyi. Nem látom ilyen messzire az űrség a betűket. A számokat sem mondjuk. Na, oké. Tulajdonképpen semmi nincsen ezen a pályán, mint látja mindenki. Ha megnézzük az információkat, én most nem fejlesztek már semmit, akkor lehet látni azt, hogy tulajdonképpen az emberek meg az Antarik vannak még hátra. Akik nem pusztultak még ki, ugye rajtunk kívül. Most az Antarik nem tudom, hogy hol vannak, akkor jelenleg valóban azért megnézegetni, hogy mi újság van. Nem tudom, hol van esetleg még tankközpont. Aha, esetleg nem olyan rossz. Ó, 7 tank, jó lesz. Ez antikatiszi nehéz tarany, az azt jelenti, hogy ez bőven elég lesz egyik az igényünknek. Bőven meg fogja kint felelni, azt kell mondjam. Nos, igen, imperátor. Nem tudom, hogy merre. Akkor a flottánk van, apám, hogy ez most már hihetetlen geci. Ez űrbe kéne geci, ha harcolni valakivel, akkor annak már esélye nem lenne, már most mondom, meneküljön geci. Előlünk. Akkora hatalmas hadseregem van, acsém. Csak épp a problémám az, hogy nincs tankom. Ugye? Itt van az örök dilemma, hogy mit fejlesztünk, tankot vagy űrhajót. Hát az igazság, hogy mind a kettőt kéne elvileg azonos ütemben, de ez nem igazán lehet ugye megtenni. Ugye? Faszomat, de kényelmetlen ez a kurva geci faszom helybe az meg. Ez a fosom, mert nem idáig apám ez a hülye kábel elgeci. Egérne a kábelem, ez ilyen kis rövid. Na, itt kérem tisztelettel, ebben semmi nincsen, de jó lesz, hogy ilyen felderítőnek félni, ez egy 800-as csávúka. Te is egy csinál, mehetnél valamelyik irányba, két kerekes tank, nem vagy égőjéként cseppet se, mehet nyugodtan ebbe az irányba te is. Jó, meg kell nézni, hogy hol van még az ellenség. Na, sprint!
Sehol senki nézni, apám. Nem értem egy szót, mintek többiek. Manarás, madaras. Hú, apám, jön a hadsereg, figyelgetsz ezt a sok... Úristen, ez a sok hajó, apám, de milyen... Ez egy tolmérős hajók, apám? Ez nem akármi, apám, ez egy egyenként 5000-es tüzelőjű, apám, hajók. És hogy jönnek elő, mint az esőcseppecsimba az aszfalton. Nézd meg-e! Azt az eget, apám. Én már nem tudom, hogy mit akarnak itt az ellenség, mert elhúzhatna belét, mert most már ez fő-fő hadseregem, apám. Össze kell vonni mindenkit mindenkibe, öcsém, azt mekkora lenne, apám? Tű, öcsém. Megdöbbentő. Fél, vonjunk mi össze poénból mindenkit mindenkivel? Ekkora hadsereg, apám, én szerintem nem is láttam, hogy apám, ebben a játékba. Amekkora most összetoboroztam, vagy legalábbis nem rémlik. Volt valahogy is ekkora hadseregem. Ez így egyszer. Már önmagában ez apám olyan flotta, hogy az egész... Jó, ott egy figyelj, Exterior 8! Ezzel fogom figyelj megtámadni a főflottám, összevont flottámmal, apám. És összeve mindenki ugyanannyian lesznek, apám, összemennünk. De így egyszer, ez szerintem lesz, hogy 130-os flotta, szerintem. Tippelnem kéne. Figyeld meg ezt, apám. Figyeld meg, öcsém, mindenki figyelj, minden út Rómába vezet, mert mit tudom én, nézd meg azt ott fent. Figyelj, gyűlik a jó nép, öcsém. Sok jó ember, ki senki se elfér. De nézd meg ezt, apám, hát beszarok rajta egyből. Sose lesz figyelj vége ennek, nézd meg. Nézd meg ezt, öcsém. Jézusom, ez a flotta, apám, beszarok rajta. Nézd meg ezt. Ezt figyeld, apám. Jézusom, Gec, nézd meg ezt. Azt a kurva geci, 106 atya úristen geci. Nézd meg ezt, az 12 tank van csak benne apám, látszik milyen csúlyság van tankban. De figyeld meg ezt apám. Ezt kap ki öcsém. 4 nehéz romboló kakuktojásként. 5 darab korvett, 1 darab Thalass motorship, 33 cirkáló, figyeld ezt apám, 49 nehéz cirkáló egyenként 4600-as tűzerővel öcsém. 6 ilyen Usherva, nem tudom mi ez, 2700-as tűzerőben van 6 darab apám, Annihilatorban nem tudom mi ez, ebből is van 4 darab, 2000-as apám, akkor van 5000... Nincs egyébként további? Ja, figyelj, ja, még gőtusáv is, nem röhös. Épp még figyelj, mert apám még két Predátort, ízé, csatahajunk apám, az nem semmi. Fejlesztjük már a csatahút apám, nem vagyunk emiek. De figyeld meg ezt, öcsém. És még ott még figyelj, még van benned 3. Nem röhögök rajta egyébként. Na hát öcsém, na ami flottat a pensz leveri, azt megnézni még én magam, hogy néz ki. Egy nem akok egy kis önnyit elkesíteni azzal kapcsolatban, de egyébként volt már olyan tapasztalatom, amikor a gép valamilyen flottával támadott meg engem. Na mondom, akkor csókolom, akkor be is fejeztük a partit innentől kezdve. Volt egyébként már precedens, azt kell mondjam mindenkinek. Figyeld meg! Kibővítjük öcsém 110-re? Nézzünk ezt apám, nem durva. Figyeld meg ezt, öcsém. Hihetetlen. Flotta, apám. Kétségtelen a legesleges, legerősebb flotta, ami valaha a világon volt, öcsém. Legalábbis ebben a három hadjában, mint egy nyomutunk. Ezt figyeld, apám. Tehát ez most már tényleg brutális. 110! És mi van? Hát ez te hülye vagy, öcsém. Mi hát menekülj agyatlanul, apám, mert bírsz, apám. Hát ez hülye. Még első flotta, hát elhúzna a csikot, apám, messzi égtájra. Ezt megtámadom, öcsém, ezzel figyeld meg. Figyeld, fő... flottám. Na figyeljetek, geci. Szerintem ez el fog foglalni egyébként, mert nem építettem utóbbi olyan sebbit egyébként. Nincsen tanképítő? Ohohoho! 14 darab antirevitációs tank, öcsém, mert még lézeres erőd? Hegyel nyugodtan, öcsém. Azt figyelj meg, két tankon, nagy képűen. Na ezt kap ki, na elkaplak, hogy az kifingatlak, apám. Figyelj ezt! Nem, ez már teljesen öngyilkos sztály, figyeld! Most figyelj meg, öcsém, a hadseregemet! Ösztűzelő, öcsém! 384k, 2k, az nem is rossz egyébként 2k, nézd meg, öcsém. 2700-as, apám. Az ellenség 2700-as Taurus. Nehéz cirkáló, biodlom emberi szövetség, flotta emberi flotta, sérültség 100-as a HP-ja, és 2700-as, mint lehet látni, nincs a tékénység, valószínűleg ezen már van antinak sugár. Na figyelj meg a minket, öcsém! Először is! Kezdjük kisebbekkel! A legkisebbek itt elől vannak,
Mégpedig ez a nehéz romboló, osztály nehéz romboló, biodlom, Krahen biodlom, eliminátor a flotta. Fi ász a legénység, öcsém, gyengék! Hiperajtömű, háromban rajta, kombinált hadar, turbólézer, torpedó. Így, hát kóstál, 450-et kóstál, öcsém, ez a tüzelővel. A nehéz mag, első, hát mondjuk, hogy a frontvonalában a korvettek, Krahen biodlom eliminátor flottájában, 25-ös HP-ja és 695-ös tüzelővel, kezdő legénységgel, hiperajtömű 4. Kombinált hadarral, turbólézere, nehéz torpedóval, gamma ágyúval. Akkor ebből, van itt, ez már duplán mondja a cispus. Akkor figyelj, hátul öcsém, mik vannak öcsém, következő szint. Igen, íme, gyó, geci, ez össze van fél, van be 5 darab apám ebbe. Ez alapból brutális, ez fél ösztűzerű apám, így 34.362. Most gondolj bele a játékba, a legelső csatajó az Iberionoknak van. Ha jól emlékszem, ilyen 8600-as tüzelő. Na az is fingott nem, hogy ehhez képes apám az egyetlen egy egység, hogy összebomba az nem gyenge. Mi ez? Nehéz cirkáló? Legelső legmagasabb szintű, figyelj, összebom pajzs, 880-as apám. Az nem gyenge egyébként. Hiperajtum 5-ös. Kombinált hadar, turbólézerből duplán, nehéz torpedóból duplán, hambasztusugárból duplán, 6 számítógépből egy darabban, szimplán. Ebből, ilyen ötösből van nekünk még egy ilyen ötösünk, meg még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy öcsém, ez még pajzs is van rajta, meg itt van még egy öcsém, meg még egy, és itt van még hátul is. Ez is ugyanaz típusú, csak a sima cirkáló csak. 28.260-as kezdőlegénység, cirkáló, eliminátor flottában, hiperajtómű 5 kommentadar, turbólézet, nehéz torpedó duplán, gammai duplán, haszaszámítógép öcsém. Ebből is van 5 darab, meg itt is van még 5 darab, sima, ez nehéz cirkáló már. Ezen már minden közben ízés van. Nincs rajta semmi. A torpedóban helyett a palsért. És íme a legelses, legerősebb egységeink, amit már nem én csináltam, de attól felhetően itt vannak. Ez pedig a Predator névre hallgató csatahajó, a Krahen biodalom eliminátor flottájában 200-as HP, azért nem gyenge egyébként, 5775-ös tüzelővel, kezdő legénységgel. Hiperhajtum 5, fotoradar, turbólézerből duplán, atomtorpedóból duplán, mezonágyóból duplán, anti-ICM és 6 számítógéppel. Ebből van 2 ilyenem, és még mindig nincs vége a flottának, mert még itt van még 5 darab nehéz cirkáló, megint 5 darab nehéz cirkáló, és itt is van még 5 darab nehéz cirkáló, és akkor ez így egyben, így kompletten, ászemben egy darab nehéz cirkálóval, öcsém. Na figyeld meg, ez geci. Na figyelj, bazd meg. Abból aztán nem lesz kevés, hogy a dűből, bazd meg. Na, te csak piszkálva, öcsém. Nem, jó, öcsém. Ösztűz kell volna egyébként csinálnom, hogy mindenki oda bűnös, akkor egyszer lőjük rá. Na mindegy, most már nagyjából egyébként ennyi volt a differencia. Ez anyja! Na hát ez meg is van. És akkor most pedig öcsém, hát bár tankból büszke, figyelj geci, 284 tankot tudnánk vinni öcsém magunkkal. Na gondolj be azt letenni apám, 12-es, 13-as index. Ennyi volt a bolygó elfoglás. Ezzel alszottam olyan valamit. Ez egy ilyen kis kezdeti bolygó, látja mindenki. Ugye látjuk azt is, hogy egyébként magas kapacitása van, ezért már egy hajógyár megjelenik. De egyébként pedig itt azért lehet a sok mindent, hogy nincs a pénzem erre, akkor majd hat meg itt. Nem tudom, valaki még ez ellenses bolygó. Lényeg az, hogy ezt nem régen csinálták. Valószínűleg. Mi is ez? Ez az Exterior 8. Hát, akkor itt ideírom sem. Exterior 8. Nem tudom, hogy mi van még itt. De azt én mondom, hogy itt még biztos, hogy van egy csomó bolygó. Itt is hol van például izének és a... ennek a hülyeságáknak, apám hol van a bolygó, nem tudom, Antariknak. De itt már... gyú, baszni, ez el fog fordulni, apám, ezt. De honnan jön ez néven, apám? Fentről jön a cucc? Ezt nem hiszem el, apám, hogy fentről jön az a moskos cigány látogeci. Itt is mi van ebben a nagy foltban? Itt semmi nincsen? A csém, vagy mi van? Meg kell nézni, hogy merre van apám, ahogy is hívják az ellenség. Jó? Mert egyszer apám beszadás, faszom, hogy egyszer nincsen semmi. Jó, jön a pancsatot apám, ilyen szinte apám kész a csatahajó. Hihetetlen apám, már majdnem elkészült. Kabe a faszomat, te geci. Ez nem igaz apám, nézni ezt a szét apám. Tank, semmi. Jó, akkor figyeld! Kis királyság! Csak nyugodtan, ez a szám, hogy fel fog végülni, hogy odérik, apám. Basszam meg. Na figyelj, öcsém! Azt mondja, hogy mi kell nekünk?
Fotonágyú. Á, az nem kell, izélyet, hambaszulját. Á, kutatás. Leállítás. Nem ez a szar, nekem nem kell. Igen, igen, igen. Á, ez jó lesz, mély ujjadar. Figyeltsél meg ezt. Tervezés. Íme, most már nekünk is van olyan csatajunk, amit kaptunk a múltkor. Ugye emlékszik, még így néz ki ez a bizonyos ilyen, hát ilyen ganédúr bogára hasonlító, Scarabeus-os style. Elég gyenge még kezdetben egyébként, 3300-as, de ez mennyire lesz ez jobb is. Hiperhajtómű 5. Kombinált hadar, turbolézer, duplán. És nehéz torpedó egyelőre, gamma ágyú helyett hamvasztó sugár. 3325, 4475. Gamma ágyú helyett hamvasztó sugár. 4475, 5000, mennyi? 5625, hát ez már valami. Itt ez üres, ez itt jó, és itt pedig sincs semmi. Jó, egyébként lesz itt még több is, még pedig nehéz torped, de lesz már atomtorped, és akkor megnyomulni fog majd később, ami van a flottában. Nem is gyártani meg igazán, megmondom őszintén, mert igazán eléggé. Hoppá! Kurva strici anyád, bazd meg! Apám, milyen mákunk van, nem épült, amelyik fel apám nézni, öcsém? És volt a téve, mi a rák? Jaj, akkor meg azért nem épült le, vagy mi van? Hát ez nem igaz. Úgy kinyílt a kocsim, de mi a faszom? Várjatok, azon nézzélek egyébként, hol vannak a többiek? És apám, sehol semmi nézni, öcsém. Antarik, nem haltak, még nem tudom, hol az Antarik egyszer, nem értem. A mocskos anyádat szórakozott a köcsög. Figyelj, ezt, ezt meg, apám. Figyelj, öcsém, nagy pofájú leszek. Oda küldök, öcsém, egy darab izét. Egy darab ilyet. Eliminálhatod, öcsém. Ezt eliminálva leszel mindjárt, az meg. Na figyeld meg majd ezt. Aha, figyelj, tudod, egyből radartáv még kibővült. Jó, következő. Atomtorpedó lesz. Ne, te ide. Kifingat a köcsögöm. Fi egy hajóval, apám. Versus? Íme az ellenségünk. Egy darab Sagittaurus nehéz cirkáló, azért már valami apám nehéz cirkáló. 145-ös pajzsa, az majdnem erős apám, mint a mi csatajunk pajzs nélkül. Mint látja mindenki, a tűzereje 1600-as. Nézzük meg, hogy mire fog menni a miénkkel. Ez nem egy kis piskó tölcsém, ez egy eliminátor. Flottába típusú, nehéz cirkáló apám, 5025-ös, tehát majd háromszor erősebb, mint a más tűzerőben. Hiperajtum 5-ösök, turbórézerek, fotoradarok, atomtorpedók, hamaszúja, dupla öcsém. Ennek esélye nincs apám, ennek az eszköznek apám mellünk szemben. Figyelj meg ezt, öcsém! Hátadás! A büdös ujjel. Ezt nem hiszem el, geci! Hogy a faszomba ütt ez a mocsos ki engem? Ezt nem hiszem el, apám. Hát ilyen apám világon nincsen, még egyszer sem ismételjük meg fele. Valamit, öcsém, elkúrtam itt. Figyelj meg ezt, na most még egyszer, öcsém. Na várjál, bazd meg. Nem tudom, hogy a faszom jött ez a mosos kiapám engem, mondd már meg, ezt nem értem. Te mocskos szemét. Úgy kibaszlak az ablakon, te mocskos, hogy megdög lesz, bazd meg. Figyelj, te köcsög! Velem szórakozol, geci? Ezt kap ki, bazd meg! Rohadj el attól meg, geci! E! Ennyi, bazd meg, te mocsak! Nem tudom, hogy ki mi volt konkrétan. Nem értem teljesen, hogy ütték apám engem ki ilyen szinten. Fú, na ezt kéne kilőni, vagy apám? 22. Nagyjából mondom, ennyi van ti valami, hengerek mondom, itt látja mindenki, valahonnan fentről az emberek érkeznek megfele. Nem tudom konkrétan, hogy honnan a szarba jönnek egyébként elő, de valahonnan vannak az biztos egyébként. Érdemes körülnézni, és aztán majd lesz valamiféle lehetőségként arra, hogy szétlők, de ne felejtkezzünk el arról, hogy az Antarik pedig eltűntek valahol. Nem tudom, hol vannak egyébként az Antarik, mert valahol eltűntek az egyébként biztos. És az is egyébként biztos, hogy van valahol, valószínűleg nincsen flottájuk, de van bolygójuk, ugye? Hiszen, hogyha már így kihaltak volna akkor flottájuk, mert nem láttam, azt szokott mindig egy mászkálni. Van bolygó, akkor ugye van flotta, és akkor egyből szokott lenni van nyomulás. Na jó, ez megvan, menjünk kocsim felfele. Itt volt egyébként valami. Figyelj, öcsém, ezt!
Tervezés. Csatajú. Hiperajtumű 5. Oké. Kombinált a helyet, figyeld, mély űrodar. Hát nem sokat dobálják innen. Turbo azok, jó? Figyeld, nehéz torpedó helyett, atom torpedó. Figyelj, geci. 5000... 5625. 5875. 5875. 6125, azért már valami egyébként ez. Mennyi óta van, is jöttek a nyelvig? Nem viszont alá. Tessék? Ja. Kösz. Az milyen jégkrém volt? Ja, azt nem érzi zacsús. Ja, értem. Ész ilyen mondjuk. Giganti. Mhm. Meg mindjárt. Mhm. Igen, imperátor! Itt a fiat! Fáj! Exterior 1! Ott egy más is! Ja, itt van a polc! Kipőleg, lementem előre, hogy levertem. Ott egy más, nem semmi van. Célpont bemérve, imperátor! A fejlesztés befejeződött! Ézi, meg van! Jó, geci, nem van! Gyűrizi! Ilyen meg ezt, geci, mert jár rengeteg a gabán! Egy! Földösen lennék mondjuk. Nem az ágyúban. Jó, bám, ez nem semmi nagy főbolyó, fiat meg ez kezi. Egy, kettő, három. Bázz meg, mi a fasz? Ennyi rengeteg képen is őt. Nyakig van várja hívítva, az egész bolygó néz meg. Akár! Na figyeld ezt, geci! Indulunk, imperátor! Igen, imperátor! Ezt figyeld! Ez ebben nem akármilyen dolgot csinál! Nehéz tortos! Megjösd egy pajzsokkal! Éltem szemlelek, Isten császár! A fölöröm, mi a sírról! Támadási pozíció felvéve! Célpont kiválasztok! Itt is van, még a végében érve. Rakétása jön, geci. Nekem meg 200, 1905 pontóval nem semmi, geci. Figyelj, csak itt. Mi van miatt a tő, figyelj, itt gyenge. Tudod, beadta egyszer, csak azt nem megy a tő. Ilyen van alapú beépítve. Húszor. Még a tátul sorban nézek. Foglaltál egy bolygót? Nos, Kranás! Stop! Ez egy gyengőbb az a bolygó, nézzem meg abban. 62-es a kapacitás a gyártási, nem semmi geci. Stop! Tudom, pillanat. Kettő. Megint nézzen, nézzen. Az erődököt
kétség ezek a rakétások, ezek semmit nem jönnek. A legyenjük meg tudja mindenki. A fizikailag is gyengébek egyébként is. Ennyi, nézd meg ezt. Ennyi volt. Elfoglaltál egy bolygót? Hát elvileg most már. Ki kell nyomulnia most már az embereknek. Kapitulált egy újabb birodalom. Hoppá, figyelj, Antoni apám, figyelj. Tisztességes uralkodó, mi a büszke? Antoni birodalom, lebollunk lábaid előtt. Megadjuk magunkat a te hatalmadnak, és örökőséget fogadunk. Ha megkíméled életünk, kérjük bocsáss meg az ellened elkövetett bűneinket, hanem sok mondjuk. És hagyd, hogy birodalmat őséges adatvonói lehessünk. Elfogadom öcsémet, nekem valamíg a partnak. Elfogadom a hűséges köteket. Igazságos uralkodótok leszek, és így ismét béke van a galaxis elmeszegletében csatlakozhatok, hát, hogy új korszak verse kezdetét. Könnyű szép.